Közösségi kemencét avattak fel Hévíz Györkön április 20-án hétfőn a község óvodásai. A hagyományos technikával épített búbos kemencét 4 napon át építette Vass Zoltán kemenceépítőmester és 3 tanítványa a Faluház Foglalkoztató Központ udvarán. A gyönyörűen felújított hévízgyörki faluházat múlt év novemberében adták át. 2014-ben sikerült pályázati forrásból felújítanunk ezt a tájház foglalkoztató központot, és én utána úgy gondoltam, hogy a hagyományainkat, ahogy megőriztük, tovább szeretnénk adni fiataljainknak, ugyanis a foglalkoztató központ azt akarja, hogy kézműves foglalkozások, kosárfonás, agyagozást szeretnénk itt az épületbe végezni, és a hagyományainkhoz hozzátartozott a kemence, igaz, hogy nem kültéri kemencék voltak a régebbi időkben, hanem beltériek, és onnan jött az ötlet, hogy itt a tájház udvarán, ami kezd megszépülni, nagyon jó lenne, hasznos lenne, hogy a mai kor és a jövőkor embere is meglátnák, hogy hogyan sütöttek benne akár kenyeret, akár húsokat, úgyhogy innen jött az ötlet, hogy ide a szép tájház udvarába építetünk az Zoltánnal egy szép kemencét. Az ötlet után jött a Holló Istvánt, megkérdeztem, hogy tudna egy kemence építő embert esetleg ajánlani nekem, és akkor István mondta, hogy igen, ő ismeri a Siklóson élő Vass Zoltánt, aki már 1000 fölötti kemenceépítésnél jár, és akkor felvettük vele a kapcsolatot, és akkor mostanra hirdette meg Zoltán ide Hévízgyörkre ezt a kemenceépítő kurzust, ahol ő 3 embernek megtanítja a kemenceépítés fortéjait. A kemenceépítők számára a szállást, az ellátást, valamint az építéshez szükséges anyagokat Hévízgyörk község önkormányzata biztosította. A közösségi kemence építése április 17-én pénteken reggel kezdődött. Szeretnénk a mai napon elérni azt a szintet, ahol a rétegrendeket be tudjuk állítani. Tehát most a váz, az alsó vázat fölépítik mészhavarcsba, a oltott mész és homok keverékébe. Tehát mi cementet nem használunk, és ez kap egy földréteget. A földrétegre kerül egy tört üvegréteg, arra kerül homok, és arra lesz rárakva az a válogatott tégla, amin magán ég majd a tűz, és a sütés is azon fog történni. Most ezt a vázat, ha ma megépítik, akkor holnap ezek a rétegrendek bekerülnek, és onnantól kezdve épület a búb és a kémény. Ez egy elölkéményes, hagyományos bubos kemence lesz, ami fehérre lesz lemeszelve, hogy illeszkedjen ehhez a hangulathoz, ehhez a stílushoz, mert itt ugye az a cél egy ilyen tájházzal, hogy a fiataloknak, a gyerekeknek azt kell bemutatni, hogy régen hogy éltek az emberek, hogy alkalmazták ezeket a dolgokat, és itt megpróbáljuk ezt hozzáilleszteni. Én könyvesként kezdtem a pályafutásomat, idős mesterektől tanulhattam a könyvességet, akik hagyományos régi építészetet ismerték, és 25 évvel ezelőtt egy régi parasztházat vásároltunk, amit felújítottunk, és oda kellett kemencét építeni, de hát a környéken senki nem tudott kemencét építeni, ezért Sabján Tibor Bubos kemencék című könyvét elolvastam, és hát megépítettem az első kemencémet, és hát későbbiekben munkatársak, ismerősök megkerestek, hogy nekik is építsek, és hát így indult ez 25 évvel ezelőtt. Hát azóta több mint 1300 kemencét sikerült megépítenem az ország különböző részén, és a határon kívül is, és hát olyan sok információ gyűlt össze az építés közben a családoknál, a résztvevőkkel, hogy létrehoztam egy alapítványt, és ezen az alapítványon keresztül próbáljuk megmenteni a régi szakmákat, és ezeket visszatanítani, és ennek egyik ilyen formáját úgy találtuk ki, hogy a közösségeknek építünk kemencét. A közösségi kemence építés
ennek az alapja az, hogy önkormányzat, civil szervezet, egyház biztosítja a helyszínt, összeszedik az alapanyagokat. Én meghirdetem építő, kemencépítő kurzusként, a résztvevőkkel együtt megépítjük, és így három dolog történik, a közösségnek lesz újra kemencéje, emberek tanulnak kemencét építeni, én meg tovább tudom adni a tudást. És hát így az ország különböző pontján, Felvidéken, Erdélyben épültek így már közösségi kemencék, és most így kerültünk ide Hévíz Györgyre, hogy itt ebbe a nagyon szépen felújított faluházba egy ideillő, olyan működőképes kemencét építsünk, amit majd itt rendezvényeken, foglalkozásokon, főleg a gyerekeknek be tudják mutatni, hogy régen ezt hogy fűtötték, mivel fűtötték, hogy sütöttek benne, érezzék meg azt az ízvilágot, amit csak kemencébe sült ételek tudnak nyújtani számunkra. Az alapítvány egyik fő tevékenysége kemenceépítő kurzusok szervezése, ahol egy-egy alkalommal 3-4 fő sajátíthatja el a kemenceépítés fortéjait. Elég sok kritikát kapok, a Facebookon is van egy oldalunk, ahol hirdettem ezeket a programokat, és hát többen megkérdőjelezik azt, hogy lehet-e ilyen rövid idő alatt olyan tudást átadni, amivel mondjuk önállóan bárki utána meg tud építeni egy kemencét. 116-an tanultak eddig nálam, és eddig mindenki meg tudta otthon építeni a saját kemencéjét. Tehát a egy kurzuson 3, maximum 4 fő vehet részt, pont azért, mert én nem csinálok semmit, én csak elmagyarázom, hogy építsék. Tehát akik ma ide jöttek, az ő kezükben most van először szerszám, ilyen típusú szerszám a kezükben, tégla, habarcs, tehát eddig közel nem láttak ilyesmit, és ahogy meg fogják látni, ők egy olyan romanád nélkül, alátámasztás nélkül össze fognak boltozni egy olyan kemencét, amit a gyakorlott könyvesek sem tudnak megcsinálni. Tehát igen, kérdésre egyértelműen az a válasz, hogy igen, meg lehet. Természetesen az alapokat kell megtanulni, milyen anyagot használunk, milyen sorrendbe építjük, tehát hogy a stabil legyen az az építmény, azt a hőterhelést azt kibírja, ezért az anyagok keverése is nagyon fontos, hogy saját kezileg keverjenek, ahogy most tanulják a faragást, hogy saját kezileg faragjanak, mert amikor otthon vannak, elkezdik, akkor természetesen én írott anyagot is tudok majd biztosítani ahhoz, hogy ők ezt otthon, ha esetleg valamire nem úgy emlékeznek, akkor azt átolvasva, vagy szakirodalmat átolvasgatva, akkor ők bátrabban meg tudják ezt építeni. De a tapasztalat azt, hogy igen, meg lehet tanulni, a nők is megtanulják, és nagyon szépeket tudnak építeni. Az ország több pontjáról érkezett tanítványoknak helyi segítőjük is volt. 2 évvel ezelőtt én már végeztem egy ilyen kurzust. Galgahévízen építettünk 2 kemencét, és ahogy elnéztük, itt most ebben a kurzusban 2 lány van, tehát a fiúkéz az el kell. Egyrészt öröm, hogy Hévíz Györgyön egy ilyen kemence épül, és az pedig külön öröm és megtiszteltetés, úgy gondolom Hévíz György is így élheti meg, hogy a kemencét Zoli segítségével építjük meg. Szombaton, a kurzus második napján a szeles, hűvös idő sem szegte kedvét a kemenceépítőknek. A búb felét meg kell ahhoz építeni, hogy holnap össze lehessen boltozni, és a kémény alját meg kell olyan magasságig építeni, hogy a tévét be lehessen tenni, és holnap marad a búbnak az összeboltozása és a kémény szűkítése. Tehát remélhetőleg holnap már olyan állapotba kerül a kemence, ami már látszik, hogy kemence formájú. Elkészült már a kemencének az ajtaja. Ki készítette? Egyik lakatos barátom készítette, szomszédunk, Horváth Zoli. Nagyon rugalmas volt a fiú, tegnap kértük, hogy szükségünk lenne, de ezt ma már beépítenénk, úgyhogy tegnap este ez az ajtó készen volt. A legizgalmasabb rész nem sokára következik, elkezdték már rakni a búbnak az alját, ez a legizgalmasabb része valóban a kemencének. Úgy tervezzük, hogy vasárnap este már tartunk ott, hogy
hogy mondjuk egy látszik, hogy mi lesz a kemence, hogyan fog kinézni, de úgy tervezük, hogy hétfőn fogunk benne egy pogácsát sütni. Régen úgy állították be a kemence méretét, hogy a legkisebb méretű kemence az 4 kenyeres volt, de ugye az a kenyér, az nem kilós kenyér volt, mert egy hétre sütöttek a családnak kenyeret. Tehát ez, amit mi most itt építünk, ez 6 kenyeresnek számít, tehát 120 centi hosszúságú és 1 méter szélességű, tehát kicsit tojás alakú a kemence, nem szabályos kör. Itt 850 darab tégla épül be, Mészhabarcsba épül a kémény rész, Pejvás Lótrágyásárba épül a búbrész, azzal lesz letapasztva, és hát ebben a kemencében nem csak kenyeret sütöttek régen is, és hát ezután is majd mindenféle süteményeket, kalácsokat, pogácsákat tudnak benne sütni. Ha például rendezvény van itt a faluházban, akkor főételeket is lehet benne sütni, főzni, mert régen ez úgy működött, hogy voltak a főzőfazéknak hívták azokat a speciális agyagból készült fazekakat, amiben a házi asszonyok belerakták az egy tál ételnek valót, káposztás, babos, krumplis ételeket. Azt a felfűtött kemencének a szájába berakták, mondjuk ha ez este történt, akkor az másnap reggelig megfőtt benne. Ha pedig úgy volt dolguk, akkor reggel berakták a kemence szájába a főzőfazekat, elmentek, elvégezték a napi teendőiket, akkor hazajöttek, akkor a kész ételt csak az asztalra kellett tenni, tehát nem kellett külön a főzéssel foglalkozni. Tehát nagyon praktikus volt, nagyon gazdaságos volt mindig a kemence, a paraszti életnek ez egy fontos része volt, és erre nagyon odafigyeltek. Tehát nagyon fontos volt, hogy mivel fűtötték, tehát nem volt szabad túlfűteni, és két dolog miatt, mert ugye nem mindenki tudta a saját kemencét javítani. Erre voltak külön úgymond tapasztóasszonyok a falvakban, akik házak tapasztásával, kemence javítással is foglalkoztak, és a másik pedig, amikor egy hétre való kenyeret ledagasztott a házi asszony, annak olyan hőfokú kemence kellett, ahol megsült a kenyér, nem maradt nyers, de nem is égett meg. Tehát ez nagy tapasztalatot igényelt, és ezért mindig egy személy fűtötte föl a kemencét, általában a gazdasszony fűtötte a kemencét, aki a kenyeret is sütötte. Volt kemence édesanyámnak a szülői házánál, és hát kenyeret elsősorban kenyérsütésre, de ünnepek előtt kalácssütés, rétes sütés, ezek a kelet kalácsok voltak benne sütve. Hát ez nagyon, nagyon finom volt. Én arra emlékszem leginkább, amikor a kenyérsütés alkalmával legelőször megsült a lángos. És akkor azt a kenyértisztából volt vékonyra elnyújtva, és az mindjárt a kemence elejére volt téve, az hamar megsült, és azt mi megkaptuk. Elsőnek kaptunk belőle, mielőtt a kenyér megsült volna. A tanfolyam harmadik napján, vasárnap a résztvevők már a kemence búbját építették. Hévíz Györkön, mi volt a legjellemzőbb kemenceiben sült étel? Hát elsősorban, mint mondtam, hogy a kenyér, de azon kívül a keltészták, és abból, ami nagyon jellemző Hévízgyörgyre, a káposztáslepény és a túróslepény. A káposztáslepény az nagyon népszerű, most is, mert azért, ha olyan lakodalom van, ami nem étterembe, hanem mondjuk itthon a faluba, és akkor előző nap mindig készítünk keltésztából, káposztával, lepényeket, és bizony az nagyon finom most, és nagyon szereti mindenki. A kemencét azt még használták például paprika szárításra, azt mindig úgy, tehát amikor sütve volt a kemence, be volt fűtve, és amikor megsült az, amire befűtötték, kenyér vagy kalács, és abban az időszakban, amikor a paprika megérett, akkor berakták a kemencébe, tepsikbe, az megszáradt, és az úgy őrölték meg. Ezen kívül ősszel szilvát aszaltak benne,
és a megfőtt szilvalekvárt, azt nem abba főztük, az bográcsba, de bele lett rakva köcsögökbe, és az betették a meleg kemencébe, és az ott hűlt meg. Nem kellett hozzá tartósítószer, az úgy nagyon finom volt, és nagyon kemény. A negyedik nap a kémény lett befejezve, a búb lett betapasztva, és hát a búb ugye az egy más anyaggal készült, a kémény az mészabarcsba lett rakva és lekenve, a búb az pedig pejvásló trágyásáról, és ez amikor megkapta a végső formát a búb, erre egy nagyon híg, homokos sárba zsákvászon lett ráragasztva, és az lett átsimítva a végén. Most így, ahogy szárad, zsugorodik az agyag, még előfordulnak hajszárepedések, mert a víz, ahogy távozik, párolok belőle, ezek a repedések előfordulhatnak, de meszelés előtt egy kis mészabarccsal át lesz ecsetelve, lemeszelve, és a fűtési technológiától függően hosszú ideig, akkor ehhez nem kell hozzányúlni. Ma már be is fűtöttek a kemencébe. Mikor és mivel? Tegnap este fűtöttünk először, mert tegnap bebújt az egyik tanuló, és sósára kikente a belsejét, és mindjárt itt volt szőlővesző, azzal begyújtottunk azért, hogy bele kellett égetnünk a sót, és ma pedig vékonyra hasogatott akácfával fűtöttünk azért, hogy itt most délután a próbasütést meg tudjuk ejteni. Sipegeti, hangya morzsát szedi, hangya morzsát szedi. Hány perc alatt sült meg ez a 4-5 tepsi pogácsa? Hát most a 10-12 perc alatt sült meg, mert még nagyon sok gőz van a kemencébe, és ilyenkor hiába van jól fölfűtve, a gőz elnyeli a hőt, de amikor ez teljesen ki fog száradni, akkor egy tepsi pogácsának a 3-4 perc elegendő lesz. A napokban elkészült kemencét milyen finomsággal avatták fel? Az óvodába összeállítottunk egy kis pogácsát, elhoztuk itt, kisütött, kiszaggattuk, és sajtos pogácsát sütöttünk a vendégeknek, a gyerekeknek. Az óvoda életében hogyan tudják bevonni majd a kemencét? Hát nagyon szeretnénk, mivel nálunk minden évben júniusban van az óvodás gyereklagzi, itt szeretnénk megtartani innentől kezdve a gyereklagzit, és a finom diós, mákos és kakaós kalácsot itt szeretnénk megsütni a gyerekeknek, meg a vendégeknek, mert nagyon sok vendég jön, nagycsoportosok közül kiválasztjuk a mennyasszonyt, vőlegényt, vőfényt, örömszülőket, és egész délelőtt itt mulatunk és népviseletet veszünk mindnyájan. Az új közösségi kemence már április végén egy kiemelt hévízgyörki esemény fontos szereplője lesz. Április 30-ától május 3-áig a német testvértelepülésnek a lakói jönnek ide, ugyanis 2005-ben köttetett meg ez a testvértelepülési megállapodás, tehát idén 10 éves évfordulóját ünnepli a két település ennek a testvértelepülési kapcsolatnak, úgyhogy reméljük, hogy ekkor már itt ki tudjuk használni ezt a kemencét, és ebbe szeretnénk sütni a vendégeknek, de természetesen nem csak a vendégeknek, hanem a hévízgyörki embereknek is. Én nagyon örülök ennek a kemencének, hogy van, mert valójában már kemence senkinél. Kivéve a hévízgyörki Péket, aki fával fűti a kemencéjét, és azért a kalács sütés az azért nem ment ki a divatból, mert például már egy pár évvel ezelőtt úgy rendeztünk Mikulás délutánt, hogy akkor én bedagasztottam 15 kiló lisztet, és azt a hévízgyörki Pék elvállalta, hogy megsüti a kemencéjébe. Mert kalácsot sütni mondjuk 15 tepsivel nem lehet oda-haza egy sütőbe, még kettőbe sem, viszont annak az íze, én azt gondolom, hogy nem hasonlítható a gáz sütőbe sütött kalácséval,
És én bízom abba, hogy azért különféle alkalmakkor ezt a kemencét fogjuk használni, mert mi még azért az én korosztályom beli asszonyok azért tudnak kalácsot dagasztani, és tényleg nagyon finom. A település vezetőinek szándéka szerint a Hévízgyörki faluház nem csak hivatalos rendezvényeknek ad majd otthont. Természetesen a Hévízgyörki embereknek a rendelkezésére fog itt állni nem csak a kemence, hanem a tájház, a tájháznak az udvara. Ez azt jelenti, hogy ha szeretnének baráti, családi társaságok idejönni, akkor természetesen rendelkezésre bocsátjuk, és nem csak Hévízgyörki embereknek, hanem aki ezáltal is kedvet kapott annak, hogy egy ilyen családi, baráti rendezvényt itt szeretne tartani, és ha szabad lesz az időpont, akkor természetesen mindenkit várunk szeretettel.